Családi sport délutánt tartottak a karcagi Nagykun Református Általános Iskolában. Mint Földvárin és Simon Ilona igazgatótól megtudtuk, a Magyar Diáksport Szövetség rendezvényéhez kapcsolódtak. A csapatversenyben az osztályok tagjaihoz a szülők is csatlakoztak. Külön tartották az alsósok és a felsősök versenyét, és a végén mindenki kapott a részvételért ajándékot. A Magyar Diák Sport Szövetséghez kapcsolódik ez a rendezvény. Mi is minden évben benevezünk, és ehhez a rendezvényhez, ehhez a Magyarországon megrendezett rendezvényhez kapcsolódunk, és minden évben hagyományként, és a kapcsolódásnak a rendezvénynek ezt a nevet adtuk, hogy család és sport délután. És ennek az a lényege, most ugye az volt a lényege, de szinte mindig csapatokat szerveznek az osztályok, szülők is beállnak, szülők is segítenek, és ilyen versenyszerűen zajlanak ezek a sportversenyek. Nagyon jó időt fogtunk ki, szabadtéren rendeztük a versenyeket. Azért mondom, hogy versenyek, mert csütörtök délután rendeztük a harmadik-negyedik évfolyamos tanulóknak és a néhány szülőknek, illetve péntek délután a első-második évfolyam tanulói próbálkoztak ezen a játékos, úgymond sportvetélkedőn, szép eredményekkel, díjakkal a végén. A zene világnapját a református nagy templomban tartották, ahol a járvány idején 400 fő lehet, a refisek 120-an voltak. Évek óta hagyományiskolánkban, hogy emlékezünk a zene világnapjáról, ennek helyszíne a református nagy templom. A járvány idején 400 fő a templom befogadó képessége, egyébként 2500 fő, tehát bőven befért az a körülbelül 110-120 gyerek, akik hát főleg nézőként, illetve 18-an szereplőként vettek részt ezen a alkalmon. A hangversenyen az iskola 18 tanulója és művészeti iskolai tanárai léptek fel.